Na sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk. Nézzétek meg, milyen szépséget találtam. Új van, jól látjátok. Piros csészegombát. Nem, sajnos nem ehető. Vagyis hát ehetőnek ehető, képzeljétek el, ez egy ehető gomba. De étkezési jelentősége nincsen, csak ezt a hármat hoztam el. Egy olyan valami, amiben ugye, ez egy olyan zacskó, amiben egyszer reggelit vettem magamnak. Ajna, nem látszik. Nem fókuszál, bazd meg. Úgyhogy itt van. Ilyenek. Több is van amúgy. Ő a legszebb szerintem. És itt teljesen csészeszerű, kis termőtestű gomba. Ehető, de mondtam, hogy étkezés jelentősége nincs. Na, csak ezt a hármat találtam egyelőre, egy csomóban voltak. Testvérek. Végül is. Gombák, kicsik. De nagyon szépek. Figyeljétek, milyen szép. Szép gomba. Nagyon szép gomba. Ez a piros szín, ez nagyon fény, nagyon jó. Nagyon jól néz ki. Hát most ez amúgy van csapadék, pedig most volt 4-5 napja eső, meg volt egy csomó hó, azelőtt ugye, ami leesett el 5-6 centi hó az elolvat, és úgy. Hogy itt van, ők nagyon finom ehető gombák, de étkezési jelentőség, mint mondtam, nincs. Levesnek esetleg fel lehet használni, de ízük nincs. Sajnos íztelenek. Nem kóstoltam még meg egyiket se. Ezt olvastam. De nagyon szép gomba. Tehát, hogyha szép gombát akartok találni, akkor ez mindenképpen egy jó gomba. Ez amúgy még osztrák csészegombának is szokták hívni. Van ennek még több rokonfaja. A narancsszínű csészegomba, akkor sárga csészegomba, a barna csészegomba, akkor van még talán kék nincs, de zöldszínű van, de az nagyon ritka, kifejezetten ritka fenyves gomba. Ez mind elhalt fatuskókon, ilyeneken nőnek. Ezekben a tájokban, időszakokban lehet tudjuk találkozni. A tavasz hírnöke. A tavasz hírnöke gomba nevet viseli. Ez azt jelenti, ő jelzi azt, hogy a gomba szezon igenis már ég a lángja. De még csak gyengén. Még csak most kezdne, még csak épp, hogy csak egy picit égni. A gomba szezon lángja. Most kezd. Még csak nőni, mert ez egyetlen egy helyen találtam ilyen. Hát nem túl finom, de az első gombák egyikét, a téli fülőke után ez az első gomba. Mondjuk a téli fülőke az egész télen megtalálható. Úgyhogy ja, ott a neszki is. Rázombanak. Jó, hagyjuk inkább. Gombára fogok rázombolni azért, tehát nézzétek meg, 10-szeres nagyítás. Óri. Ilyen óriás gomba lesz belőle, pedig nagyon pici. 1-2 centire nőnek, tehát ez, hogy mondom, étkezés jelentőség nincs. Ennél ritkábban nő nagyobbra, ha esetleg találtok ti nagyobbat. Ilyen ágas-bogas területeken érdemes őket keresni, ha valaki esetleg nem tudná. És ők tényleg a tavasz hírnökei. Elhúsítani nem lehet. Pár száz forintért amúgy hozzá lehetne jutni. Mert vannak helyek, ahol árusítják őket. És én már találkoztam vele gombapiacokon. Egy 200 forintért árulják kilóját. Mert nagyon gyakori. És nagyon gyenge ízű. És étkezi, talán levesnek jó egyedül, meg néha pörköltbe beleteszik, de
Itt van ez ki is közben. Azért... Őt már hővele is már majd körülnézek ilyen ágas bokros területeken, hát ha még többet sikerül összegyűjteni, én ebben nem hiszek, ugyanis hát ilyen kor tavasszal nagyon ritka, ugye tél vége fele kezden nőni, kor tavasz inkább február közepétől nő, hát most már február közepe van, tehát most kezd el még égni neki a lángja. Ez hirtelen egy-két hétig rengeteget találunk belőle, az utána el is tűnik. Már találkoztam ilyennel is, ilyen évvel is, hogy egyáltalán nem is volt belőle, tavaly például egy darabot nem sikerült belőle összeszedni, úgyhogy sajnos taj egy darab nem volt tavasszal itt a környéken, ugyanis olyan elképesztően száraz volt a tavalyi február vége, tehát hogy konkrétan egész februárban egyetlen nagyon kicsi havazás volt, de akkor a február vége kifejezetten hidegnek volt számi. Február közepén nagyon hideg volt, azt utána jött egy meleg hullám, elszáradt a föld, és nincs nedvesség tartalma, ugye? Akkor én is se jósolok amúgy neki nagy esélyt, hogy sok lesz belőle, mert nagyon kevés csapadék van. Tehát mondom, igen, van a hét, hogy nincs is. Pedig kéne neki nagyon, mert ő egy nagyon vízigényes gomba. Vagyik volt a tavaszi. Ilyenkor a hideg miatt ugye kell. És nagyon lassan is fejlődnek ki a termőtestei. És ilyen picik. Ugye a tavaszi gombákra mindre jellemző, hogy kicsik. Kis termetű gombák ezek a hideg időkben. Ez jobban át tud fagyni. Nyilván ugye jobban át tudna fagyni. De ugye ezért, mivel teljesen megfagy a termőtest, ez úgymond konzerválódik, és ezért cserébe oda bedugom a zacskót, az még jó lesz, ilyen gombák gyűjtésére, ebből nem lesz sok. De azért jó, mert ilyenkor megfagy a termőtest is, úgymond életképes marad. Annyira megfagy, hogy életképes marad. Tehát életképes marad, vele átfagy teljesen, és amikor elvonul a fagy, akkor újra növesztik a termőt, akkor újra beindul a termőtestnek a fejlődés, és most is ilyen éjszakai fagyok még vannak, ezért sajnos ugye még amúgy kucsmagomba is ilyen, ugye annyira sokat beszéltem, de egyetlen egy alkalommal sikerült még eddig tavaly találkoznom vele, ilyen tavasz vége fele, akkor már egész nagyra meg tud nőni, akkor már akár egy pingpong labda és egy tehát már akkor egészen nagyra, akár egy nem tudom, egy másfél-két tyúk tojás méretére is meg tud nőni. Így ezeket is sokan tojást, a barna csészegombát tojástartó gombának szokták amúgy becézni itt falun. És abba, olyan a pont akkor az a gomba, hogy egy tyúk tojást így be lehet tenni a gombába. Közben bántják egyik tyúkot a többiek, úgyhogy azokból viszont külön videót fogok csinálni. Akkor ennyi lett volna mára. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket is. Én László voltam a házkísérlettől, és Eszkimó volt a házkísérlettől, és máma piros osztrák csészegomba bemutatása volt. Jól nézzétek meg. Sziasztok!